Alanyi jogon járó gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdésű támogatás bevezetését javasolja a Jobbik Konzervatívok alelnöke Zékárpát Dániel. A pártországgyűlési képviselője szerint a támogatás jelentősen enyhítené a magyar családok terheit, mert egyes számítások szerint egy-egy gyermek tanítkezdésére évi akár 75 ezer forintot kell kifizetniük. Erről is szó lesz a következő percekben. Kábor. Zékárpád Dániel, a Jobbik Konzervatívok alelnöke vendégem. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt a kedves nézőknek is! Miért éppen 100 ezer forint gyermekenként? azt látjuk, hogy statisztikailag 50 kötőjel 75 ezer forint lehet az iskolakezdés költsége. Durván elszálltak nem csak a gyermek vitaminok, a gyermek ruhák, a gyermeknevelési cikkek, de az iskola kezdéshez kötődő cikkeknek az ára is. Tegyük hozzá a többségén 27%-os áfa van, ehhez is hozzá lehetne nyúlni. De azt is látjuk, hogy szeptember-október környékén bizonyos tárgyak esetén, tehát matematika, fizika, felmerülhetnek olyan további eszközigények, amelyek egy a második hullámos vásárlási, ha nem is hullámod, de egy kis kiugrás szoktak okozni ezekben a hetekben, hónapokban. Így, ha összeadogatjuk azt az összes tételt, ami az iskola kezdéshez kell, talán nem túlzó, hogy eljut egy átlagos statisztikai értelemben vett család egy gyermek utána 100 ezer forintig, és abban a környezetben, amikor elinflálódott a családi adókedvezmény és a családi pótlék. Ráadásul ugye nem is érdemi segítség az, hogy előre hozzák a családi pótlék és a család támogatások kiutalását szeptemberről-augusztusra. Mi úgy gondoltuk, hogy érdemi és olyan segítséget kell adni, ami nem hiányzik a következő hónap kasszájából. De akkor azért látja ezt a törekvést, most említette egy elemét, hogy hogy lehetne az augusztusi iskolakezdési költségeket enyhíteni a családtámogatás áttütemezésével például, amit említett, de hát azért látunk másféle törekvéseket is az ingyenes tankönyvekre vonatkozóan az elmúlt években. Tehát tudomásul veszi a kormány ezeket az augusztusi nehézségeket, ezeket azért látja? Én úgy gondolom, hogy a kormány mögött nagyon okos szakértők ülnek, és mindenki látja ezt a problémát. Nem feltételezem, hogy bármelyikünk most feltalálna a spanyol viaszt. Én azt látom, hogy a kormány egy nagyon szűk költségvetési mozgástérben mérlegel, és bizonyos kiadásokra költ, más kiadásokra nem. És jelesül mindig, amikor a gyermeknevelés és az iskoláztatás kapcsán hozzuk be a javaslatokat, azokra valahogy nem szokott jutni. És pont ezen szeretnék változtatni ezzel a javaslattal. Ha előre hozzuk a szeptemberi családi pótlék kifizetését augusztusban, ezt augusztusban a család elkölti az iskoláztatásra az előre történő bevásárlásra akkor szeptemberben ez hiányozni fog a családi kasszából. Ha tudjuk, hogy az iskolakezdés költsége, teszem azt 75 ezer forint, tehát látjuk azt, hogy három havi családtámogatás összegét is elviheti, akár hogyha a családi pótlékot meg az adókedvezményt vesszük figyelembe, akkor beláthatjuk, hogy nincs olyan helyzet, hogy három hónapig azt a gyermeket nem nevelik, és csak az iskoláztatásra teszik félre a pénzt. Tehát érdemes lenne ezt kipótolni. Az ingyenesnek mondott tankönyv és minden egyéb kérdés további vitákat vet fel, de jó egyébként, hogy ezekről folyik diskurzus. Ne vitassuk el ezeknek a létjogosultságát. De azt látom, hogy miközben helyesen Egyébként meg kell duplázni a családi adókedvezményt, én ezt öt éve jeleztem először a parlamentben ennek szükségességét, és meg kellene duplázni a családi pótlékot és családi kártyán, tehát csak a gyermekekre elkölthető módon. Addig, ha felismerjük ezt, hogy elinflálódnak ezek a családtámogatási formák, és korrekció irányába mozdul el a magyar közélet, akkor ismerjük fel azt is, hogy az iskoláztatás olyan irreális és extrém terhet jelent, hogy be kell avatkozni, és ebben az esetben olyan pénzt adunk a családoknak, ami garantáltan Magyarországon kerül elköltésre, itt generál pótlólagos áfa és egyéb befizetéseket, tehát itt cirkulál a gazdaságban, ezzel csak jól járhatunk, a gyermekek jólétével és jólétével pedig különösen jól járunk. Egy másik témáról kérdezem, ez érintőlegesen párt téma, mert az, az ön pártjának egyik korábbi elnökének mondatait, szavait nem is idézném pontosan, inkább csak tartalmilag. Ugye Jakab Péterről van szó, aki felkereste egy, egy nyilvános üzenetben a kiszapárt elnökét, hogy valahogy hozzanak létre blokádokat, hogy feloszlassák az országgyűlést, vagy tegyenek meg mindent azért, hogy feloszlassák az országgyűlést. Ő a, a parlamenten belüli Jogszabályalkotási képességét ígéri, és azt kéri a kint lévő vagy az utcán tevékenykedő Tiszapártól, hogy ehhez járuljanak hozzá. Mi volt az első gondolata, amikor olvasta ezt, a, ezt az iratot? Régóta hallom, ez egy visszatérő javaslat. Nem hiszem, hogy a Magyar Péter körül koncentrálódó politikai erőben komoly érdeklődés lenne a javaslat iránt, hiszen ők is 2026-ra készülnek arra, hogy az erőiket maximalizálják. És egyelőre némi kiváró álláspontot érzek az ellenzék nagyobb szereplőin, egyébként a kisebbeken is. Magyar Péter nyilván a mostani nyilatkozatai szerint nem kíván komolyabb mértékben közösködni az említett szereplőkkel, és mindenki várja azt, hogy mi lesz 2026-ig. Én nagyon komolyan veszem a parlamenti mandátumot, igyekszünk rengeteg olyan szakpolitikai, a magyar családok, a gyermeket nevelők jólétét javító és jólétét javító javaslatot megfogalmazni, amelyeket már az összel elfogadhat a parlament. Tehát én a feloszlatás helyett inkább az aktív, sziszifuszi szakmai munkában hiszek. Látom, hogy a politika világa nem arra mozdult el, amit én gondolok. Látom, hogy röpködnek a politikai bunkosbotok, egyre durvábbak a minősítések, egyre inkább a pillanatot próbálja meg megragadni mindenki. Ez nem az a világ, amiben én feltétlenül hiszek, hiszen én a, a szakmai építkezésben hiszek, és abban, hogy ciklusokon átívelő nemzeti minimumokat kellene létrehoznunk, ezért az ősz folyamán kicsit így a széllel szemben haladva olyan javaslatokat fogok, fogunk letenni az asztalra, amelyek alkalmasak, akár egy politikamentes nemzeti minimum elérésére, hogy egy-kettőt kiemeljek, a gyermeknevelési cikkek áfájának a nullázása beleférne, a családi kedvezmény duplázása mellett a családi pótlék duplázása családi kártyán szintén beleférne a költségvetési keretekbe. Itt ugye ezzel a kártyával csak gyermeknevelési cikket és alapélelmiszert lehetne vásárolni, tehát biztos, hogy a gyermekre költenék, és nem másra. És ugyanide sorolhatjuk azt, hogy a normális bérek koncepciója felé elmozdulva a magyar kisvállalkozókat, a dolgozó magyar embereket kell kiemelt módon támogatni, és ezt a támogatást a most még a vendégmunkások lakhatására fordított összegekből képzeljük el, ugyanúgy, hogy a fiatalok számára készült bérlakásprogram is ebből a forrásból gazdagodna. Olvastam egy elemzést, hogy a jobbi konzervatívok pártja a jelenlegi kialakult helyzetben a nemzeti politizálás felé mozdul el. Most figyeltem az ön mondatait, ezt tulajdonképpen meg tudja erősíteni, nem? Fél percünk van. A helyzet az, hogy a 90-es évek vége óta a nemzeti oldalon tevékenykedünk. Itt a média erőnk volt mindig a kérdéses, hogy képesek volt voltunk-e az ellenzéki kánonból hallatni az önálló hangunkat, vagy pedig a bal liberális média túlsúly miatt erre nem voltunk képesek. Nagyjából ugyanazokat a nemzeti programpontokat fogalmazzuk meg, ahogy elmondtam, magyar családok érdekében, a demográfiai katasztrófa elhárítása érdekében nemzeti minimumokat szeretnénk létrehozni. Ebben tehát nem változott a helyzet nálunk, viszont kifelé sokkal pontosabban próbáljuk mindezeket artikulálni. Itt most ez a beszélgetés is létrejöhetett, és és minden stúdióban minden meghívásnak téve. igyekszünk a nemzeti oldal pontjait és kritériumait a legtelj, legteljesebb mértékben átadni a közvélemény számára. Ez a beszélgetés, és reményem szerint a következő is erről szólhat majd. Zékárpár Dániel, a Jobbik konzervatívok elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a megtisztelő meghívást.